Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Több-kevesebb műsorát hallják, a Spirit FM gazdasági magazinját, a mikrofonnál Rónai Egon. Elindul még ebben az évben az a program, amelynek részeként minden magyar állampolgárnak automatikusan nyílik egy ingyenes kincstári értékpapír számlája. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter, nem máshol, mint a Fidesz hétvégi kongresszusán. Hogy ez mit jelent a valóságban, és hogy mi értelme van ennek, erről fogunk beszélgetni mindjárt. Aztán szólunk arról is, hogy a béremelés sokak számára már egy nagyon nagy öröm lesz, ez teljesen érthető, ugye itt a garantált bérminimumról és a minimálbérről beszélünk. Ugyanakkor vannak közgazdászok, akik ebben a veszélyt is látják, ezt a veszélyt fogjuk felvázolni a következőkben. Bige László kontra kormány. Gondolom, tapasztalták a hírek során, hogy milyen zűrzavart okozott, és mennyire sokféle volt a kommunikációja annak, hogy a Péti Nitrogén műveket bezárta, vagy nem zárta be, beszüntette a gyártást, vagy nem szüntette be a gyártást a tulajdonos Bige László. Van, aki azt mondja, hogy a kormány zsarolja, van, aki azt mondja, hogy egyszerűen csak trükközget valamiért. Megpróbáljuk értelmezni ismételten az eseményeket, ezt a múlt héten már egyszer megtettük, de azóta úgy a fejlemények vannak. És a végére beszélünk arról is, hogy Matolcsy György megírta könyvét. A könyv szerint Orbán Viktor jövőképei nem mérhetőek, délibábnak tűnnek, vagy finoman szólva is megtévesztőek. Aki olvasta a könyvet már, az talán többet tud erről, aki még nem olvasta, az meg majd tőlünk hall részleteket. Ez lesz ma a Több-kevesebb műsorában. Itt van Gáspár András lapigazgató a Privátbankár részéről. Jó napot kívánok, szervusz András! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szóval ez a Varga Mihály által bejelentett program, amelynek részeként minden magyar állampolgárnak automatikusan lesz egy ingyenes kincstári értékpapír számlája, ez azért nagyon jó, mert bármikor vásárolhat állampapírt, fel kell reggel az ágyban, arra gondol, hogy azt álmodtam, hogy állampapírt vennék, és hopp, megveszi. Mi értelme van ennek? Hát igen, ez jó lenne, ha ez tényleg ilyen egyszerű lenne, már csak egy kis megtakarítás kell hozzá, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ja, hogy ehhez pénz kellene. Hát ez a nehézség. Igen, ez az a kis nehézség benne van. Annyi nehézség még van benne, hogy azért ezt valóban létre is kell tudni hozni ezt a tranzakciót, mert azért tegyük hozzá, hogy azért sok magyarnak sajnos az is gondot okoz, hogy mondjuk egy ilyen önkiszolgáló kasszát vezényeljen egy bevásárlást, és azért ennek vannak ilyen részei is ennek a kérdésnek. Értékpapírszámlát eddig is lehetett a kincstárnál ingyenesen nyitni, tehát ez nem újdonság. Ami újdonság lehet abban az, hogy ezt most automatikusan megnyitja elvileg még 2023-ban minden magyar állampolgár számára. Itt én egy kicsit szkeptikus vagyok, azért ez elég nagy folyamat, meg kell nézni, hogy kinek van már számlája, kinek nincs, akkor valami alapján mindenki másnak megnyitni. Elég rövidnek tűnik ez, hogy az a határidő, amit a pénzügyminiszter mondott, de tegyük fel, hogy ez sikerül. Viszont akkor mi változik ettől? Hát legfeljebb azoknak lesz egy segítség, akiket mondjuk a lustaság okozott, akadályozott meg eddig abban, hogy vegyenek maguknak értékpapírszámlát, vagy nyissanak egy értékpapírszámlát, és vegyenek maguknak állampapírokat. Most ezt megnyitja helyettük az állam, de hogy tényleg mondjuk be fog tudni lépni valaki az online felületen, kiválasztja, hogy neki melyik a jó állampapír, pénzt helyez erre a számára, vagy bankkártyáját berögzíti, és akkor kifizeti. Azért ehhez valamilyen oktatásnak majd mindenképpen kell társulnia, mert sajnos pénzügyek terén, vagy pénzügyi tudatosság terén ennél lejjebb áll a magyarok. Hajjaj, sokkal. De akkor most beszéljünk, menjünk vissza a kájához. Jó, beszéljünk az értékpapírról, hogy voltak éppen az micsoda, és hogy kinek jó, és hogyan fialja a pénzt, mert hogy szerintem, aki ezzel nem foglalkozik, és különféle, akár tőzsdei tranzakciókban soha nem vett részt, attól ez nagyon távol van. Igen, hát tőzsdézni ezzel a kincstári számlával továbbra sem fog tudni, mert erre majd csak állampapírokat lehet jegyezni. Ugye az állampapírt, amikor állampapírt vásárolunk, akkor tulajdonképpen a magyar államnak adunk kölcsön, és a magyar állam azért cserébe, hogy mi kölcsönt adunk neki, egy bizonyos kamatot biztosít nekünk, ami az állampapírok lejárt, akkor visszaadja nekünk a kölcsönt, és még egy kamatot is ígér rá. Ugye a magyar állam azért, hogy csábítsa a magyaroknak a pénzét, hogy a magyarok hitelezzék őt, az a magyar lakosság elég jó kamatokat ígér az utóbbi időben, a piacinál is magasabb kamatokat hajlandó adni, adott esetben ezt az inflációhoz is köti, tehát garantálja, hogy mindig meg fogjuk verni az inflációt,
többi-kevésbé azért szokott is teljesülni. Nyilván az államnak ez egy drágább fajta eladósodás, de cserébe ugye a lakosságnak, lakosság felé lesz eladósodva, nem a külföldi befektetők felé, neki ez mondjuk ez egy érték, ez egy stabilitást jelent, a lakosságnak pedig így kínál egy olyan befektetési lehetőséget, amik mondjuk itt az Európai Uniós rekorder infláció idejében adott esetben egy kicsit talán tudják kompenzálni azoknak, akiknek legalábbis van megtakarítani való pénze, felé tudja kompenzálni az, hogy más fronton viszont elég sokat szenvednek ezzel az inflációval. Úgyhogy erre lenne jó ez a lehetőség, hogy az ingyenesen és automatikusan megnyitott államkincstári számlára jegyezhetünk állampapírokat, amire az állam meglehetősen busás kamatot ígér, tehát a jövő évben például akár még 18% körül ér kamatot is hozhatnak az infláció követő prémium magyar állampapírok, ez csábítónak hangzik, ezen kívül még más intézkedésekkel is igyekszik. Hát ez nem csak csábítónak hangzik, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk 7% lesz, ez talán egyfajta elemzői konszenzus a jövő évi átlagos infláció, akkor ez a fölött egy nagyon komoly 10-11%-os prémium kifizetés. Így van, nyilván itt a prémium az nem ebből adódik, hanem abból, hogy mindig az előző évi inflációhoz viszonyul, vagy az előző időszaki inflációhoz bizonyítják ennek a kamatát, illetve a kamatprémiumát, és ezért egy kis csúszással követi le a korábbi folyamatokat. Tehát volt olyan időszak is, amikor igen magas volt az infláció, de mivel még a korábbi alacsonyabb infláció alapján számított a kamat, akkor kevésbé jártak jól látszólag azok, akik ilyen kötvényt váltottak, vagy ilyen kötvénnyel rendelkeztek. Most viszont itt az elcsúszás miatt az alacsonyabb inflációs környezetben is egy magasabb hozammal szembesülhetnek, ez biztos, hogy komoly vonzerőt jelent majd egyébként, tehát nem tartanék attól, hogy mondjuk a magyarok, akik befektetni szándékoznak, azok ne választanák majd tömegesen ezt az állampapírt, ami már most is látszik egyébként az állampapír állományok szintjébe, mert hiszen a háztartásoknak az állampapír állománya az most először meghaladta a bankbetét állományt. Ugye több fronton is tette ez ennek érdekében. De András, ezzel most bocsáss meg, ezzel azt is mondod egyúttal, hogyha valaki ilyen magas jövőévi hozamot szeretne elérni egy folyamatosan csökkenő infláció mellett, akkor még most is megveheti a prémium magyar állampapírt, és ezzel ezt eléri. Igen, tehát valóban azért is infláció követő ez az állampapír, mert hogy tényleg a mindenkori inflációhoz igazítják a kamatot, tehát igen, ez elérhető, ez egy módja annak, hogy ezt elérje. Nyilván közben, akinek erre van affinitása, az akár tőzsdészet is, hiszen a BUX gyakorlatilag történelmi csúcson van, tehát hogy lehet itt a részvények körében is találni, de azért, ahogy az elején is mondtam, a hazai pénzügytudatossági ismereteket feltételezve azért ezt kevesen fogják választani, mi is nem beszél valahogy egészen más kockázati rendszerrel rendelkezik. Ezek más típusú befektetések, míg az állampapírokat azért alapvetően kockázatmentesnek szokás tekinteni a befektetési eszközök között. Hát ha úgy veszük, akkor itt a készfizető kezes maga az állam, hogyha az állam nem fizet, az végső soron technikai államcső, tehát ezt senki nem engedi meg magának, hogyha nincs egészen extrém helyzet. Nem nagyon van mostanában ilyen a világban. Milyen összeghatárral érdemes erre az állampapírpiacra egyáltalán kilépni? Igazából ezeknek az állampapíroknak a címlete különböző, van, ahol 1 forintos, van, ahol 1000 forintos, tehát a technikai szempontból nincsen igazából olyan kis összeg, amivel ne lehetne állampapírt jegyezni, mivel ingyenes a bankszámlavezetés, vagy ingyenes az államkincstárnál a számlavezetési díj, ingyenesek a tranzakciók, tehát vételnél vagy eladásnál nem kell egyébként fizetni, hogyha nem áll fenn egyéb körülmény a lejárat időpontját, illetve az eladás időpontját tekintve. Ezért nincsen olyan kis összeg, amivel ne lenne egyébként érdemes. Általában is igaz ez a megtakarításokra, hogy nincsen olyan kis összeg, amit ne lenne érdemes félretenni. Sokan mondják, hogy én csak egy pár ezer forintot tudok megspórolni, akkor azt meg minek. Nincsen olyan igazából, ugye ezek halmozódnak. Nyilván, hogyha valakinek nagyobb befektetése van, akkor az nagyobb hozamot tud helyette jobban tud dolgozni a pénz, jobban tudja neki termelni ugye azt a hozamot, mint annak, aki csak néhány ezer forintot tud adott esetben félretenni, de nincsen olyan kis összeg, amivel ezt ne lenne érdemes egyébként elkezdeni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenkire igaz. Ha így vesszük, akkor Varga Mihály bejelentése tulajdonképpen teljesen jó a magyar polgároknak, már az esetben, hogyha tudni fogják, hogy mit kezdjenek ezzel a bejelentéssel és a mögé rakott értékpapír számlájukkal. Igen, más szempontból viszont
aki szeret a KK-n csomót keresni, az azt is láthatja, hogy az állam azért rendkívüli módon úgy látszik, hogy rá van szorulva a finanszírozásra, és ezeket az akciókat azért is veti be, mert az államnak, ahogy mondtam, az, hogy jó kamatot biztosít a lakosságnak, az a lakosság szempontjából egy pozitív, az állam szempontjából azért hozzá kell tenni, hogy neki ez egy elég drága eladósodási formát jelent. Most már végképp nem is akarom hasonlítani a 0%-kal érkező bizonyos uniós pénzekhez, de hát ez már egy másik vonalra vinne minket. Szóval az államnak azért az sokba kerül, és hát levonhatjuk azt a következtetést is, hogy az állam azért a költségvetés azért eléggé nagyon kapálózik azért, hogy bármilyen úton-módon finanszírozást szerezzen. Hát most ez egy újabb állomás. Az egy más kérdés, hogy aztán majd ezeket a kamatokat ki is kell fizetni, és ott majd fáj az államnak ez a 10%-os rés, amit most kínál. Köszönöm szépen, Gáspár András, a Privátbankár lapigazgatója segített eligazodni az értékpapírszámlák világában. Köszönöm, András! Köszönöm, hogy kerestetek, viszont hallás, sziasztok! Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Műsorunk hallgatói már a múlt héten találkoztak a hírrel, hogy Bige László, a nitrogénművek vezetője és tulajdonosa úgy döntött, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig bezárja a cégét. Hát, hogy egészen pontosan hogy döntött, azt szerintem mind a mai napig nem látjuk, mert hogy hol így nyilatkozik erről, hol úgy, és a szakértők azt vélik felfedezni, hogy ez inkább egy kormány felé irányuló zsarolás, mint hogy egy eldöntött és jól átgondolt tény lenne, hogy bezárta Bige László a nitrogén műveket. Brückner Gergely van itt a vonalban, aki a Telex újságírójaként egy nagyon komoly anyagot szentelt annak, hogy vajon mi lehet a háttérben, úgyhogy kérdezlek is, hogy vajon mi. Szervusz, Gergely! Szervusz, köszönöm szépen! Az egészen biztos, hogy bezárta a Péti nitrogén műveket, csak ugye az volt az újszerű elem a kommunikációjában, úgy tűnt, nem egy ideiglenes bezárásról van szó, hanem akár egy véglegesről, és hát ennek próbáltam utána járni. Nekem még mielőtt hát elindult volna ez az egymással ellentétes kommunikáció, tehát már a nap végén maga Bige László is azt mondta, hogy hát felveszi a kesztyűt és folytatja a harcot, tehát meggondolta magát. Nekem már akkor is úgy tűnt, másokkal beszélgetve, hogy azért nem így zárul egy rendkívül értékes gyár története, hogy egy amúgy valóban nagyon kellemetlen adóterhelés nyomán hát örökre elkedvetlenedik annak tulajdonosa. Lehet mondani, hogy nagyon kellemetlen 20 milliárd forintnyi extra adó tekintetében? Szóval, hogy ez nagyon kellemetlen, vagy disznóság, ahogy azt ő látja? Szerintem mind a kettő helytálló lehet, tehát az biztos, hogy nagyon kellemetlen. Ugye maga az a hát legnagyobb tétel, az a térítésmentesen átadott széndioxid kvótáknak egyfajta megadóztatása. Ugye itt arról van szó, hogy hát a nagy kibocsájtók azok kapnak valamekkora lehetőséget szennyezni korábbi termelésük és kibocsájtásuk arányában, és akkor hát most ez egy adót kapna, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, magasabb lesz a széndioxid kvóta, hiszen az egy piaci módon kialakuló termék, hanem ez kap egy extra adót. Ez a fő tétel, de ezen kívül vannak még kisebb tételek, amit még Bige László kiemelt a különböző minisztereknek két levelében, az az, hogy a szénhidrogén készletezési díj is 6 milliárd forint fölé emelkedik, de maga ez a 20 milliárd, ez több kisebb tétellel együtt jön ki. Tehát biztos, hogy nehezedik a terhelés, és vannak ebben a világban olyanok, akik ilyenkor hát mindenféle hát egyedi kedvezménnyel, segítséggel találkoznak. Bige László általában nem tartozik ezek közé. Ettől függetlenül az én azt gondolom, hogy a műtárgyagyártás az egy nagyon-nagyon ciklikus iparág, néha fantasztikus hozamot hoz, néha, például amikor a földgáznak az ára tavaly fölszaladt, mert itt a fő alapanyag a földgáz, akkor meg nagyon-nagyon negatív is tud lenni a környezet, és hát ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy azért a környéken, vagy főleg a szélesebben értelmezett környéken vannak olyan gyártók, akik ilyenkor sokkal kedvezőbb feltételekkel találkoznak. Hát most ugye Oroszországból kevésbé vásárolunk, de ott például híresen támogatott a földgáz input a gyártóvállalatok számára. Tehát sajnos Európán kívül szinte mindenhol lehet mondani, hogy olcsóbb a földgáz. Ha jól gondolom, Bige László mérgét az okozza, és ezzel dühítették fel, hogy egy eredetileg térítésmentesen kiosztott széndioxid kvótára vezetett be a kormányzat egy 36%-os különadót, és arra még egy 15%-os tranzakciós illetéket. Szóval, hogy mások ezt megkapják ingyen, amiért neki ennyit kell fizetnie. Hát ugye nem kifejezetten neki kell,
csak, tehát azáltal, hogy bevezették ezt az adót, ez az ő amúgy is kifeszített termelését lehetetlenítette el, tehát ő a saját szempontjaiból hivatkozott, amúgy ez nem egy Lex nitrogén művek, tehát nem egyedül ő kapja, csak ugye így határozták meg ezt az adót, ami hát itt a nehézség, hogy azért most szinte minden paraméter nehéz, tehát ugye az említett energiaköltséget, maga a kvóta is magas, tehát hogyha esetleg kótólagos kvótát kell vennie műtrágyagyártásnál. Ez is lehetséges, hát a munkabérek is azért folyamatosan emelkednek, és azért az is igaz, amit legalábbis nekem elmondtak a forrásaim, hogy elég nagy raktárkészletei is vannak, tehát most egy hosszabb karbantartást kezdett a negatív árkörnyezetben a PC nitrogénművek, amiben azért az is lehetőséget teremtett, hogy elég sok eladatlan műtárgya van, ami nem azt jelenti, hogy erre nem lesz szükség, de most kevesebben vesznek. Hát be is lehet készletezni, de hát legközelebb majd márciusban fogják ezt kiszórni. Ő most előre menekül, vagy valóban látsz arra jeleket, hogy megszünteti a PT nitrogén művekben a gyártást? Az, hogy végleg megszüntetné, azt nem gondolom, hát azért, ahogy ő maga is írja a levelébe, ez egy 5-7 milliárd eurós érték, és hát sokkal nagyobb harcosnak ismeren Vige Lászlót annál, hogy ezt ilyen hát egyszerűen föladná, hogy egy amúgy valóban kellemetlen adó miatt ezt, amit ott felépített, ezt mind megszüntetné. Hát nem ez az első olyan, mondjuk úgy, hogy környezeti probléma, amivel meg kell küzdeni, hát tavaly volt ez az eszelősen magas földgázár, és hát nagyon sok olyan konfliktusa is volt, ami meg nem ilyen jellegű, hanem akár büntető jellegű, tehát olyan vizsgálatok, eljárások a gyakorlatai ellen, ami hát szintén, hát hogy is mondjam, jelentős állóképességet követelt tőle, hogy továbbra is itt maradjon a magyar üzleti szférába. Sokan össze is kapcsolják ezeket az ügyeket a mostani helyzettel, tehát hogy ez is a zsarolási potenciál egyik része lehet, hogy nem elég, hogy nem gyártunk műtrágyát, ami kell a mezőgazdasághoz, de ha nem engeditek el a dolgokat, akkor be is zárok. Lehet ebben ilyen? Vagy belemagyarázás? Hát, ezt nem éreztem a kommunikációjából. Az biztos, hogy ezeket az ügyeket, hát ugye Vige László sohasem úgy kommentálta, hogy valamiben hibázott vagy kétséges gyakorlatot folytatott, hanem mindig vagy a politikai oldal, tehát hogy ő mondjuk az ellenzék mellett tett hitelt, és emiatt támadja a jobb oldal, vagy konkrétan Csányi Sándor OTP elnök közigazgató ármánykodásának szereti betudni. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy van-e ilyen összefüggés, illetve hogyha van, akkor tyúk vagy tojás, tehát arra gondolok, hogy Vige Lászlónak voltak kétséges gyakorlatai, és ebből ő úgy akart kimenekülni, hogy elkezdett intenzíven politizálni, hogy ezek után lehessen mindez politikai támadásnak beállítani, vagy eleve elkezdett politizálni, és emiatt mondjuk nála szigorúbban léptek fel a hatóságok olyan dolgok miatt, ami esetleg másnál elcsúszott. Ez azért nagyon nehéz megítélni kívülről. Köszönöm szépen, hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók az ügyben képbe kerültek, hogy mi lesz a nitrogénművek sorsa, de szerintem mi magunk sem, mert ez Vige László aznapi hangulata és az ezzel kapcsolatban elmondott vagy nyilatkozott szólamai határozzák meg a jelek szerint, de ha igazad van és miért ne lenne, akkor ez túl nagy érték ahhoz, hogy veszni hagyja, ha pedig így van, akkor előbb-utóbb ott nyilván újraindul a gyártás. Itt van még egy szempont, amiről nem beszéltünk, hogy az kijelentett, hogy senkit nem bocsájt el a gyárból, ha valaki be akarja zárni a gyárat, nyilván elbocsátja a dolgozóit. Ez is egy pozitív jövőkép a PT nitrogén művek számára. Brückner Gergely, a Telex újságírója volt itt a vonalban. Köszönöm szépen neked. Köszönöm szépen, szervusz. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Nyilván sokan örülnek, nem is kérdéses, hogy sokaknak van miért, 10 vagy 15% attól függően garantált bérminimum vagy minimálbér, ennyi lesz a jövő évi minimálbér emelés. Ez minden évi rendes téma, ilyenkor évvégén mindig összeülnek az arra illetékesek, és meghatározzák a jövő évi irányokat. Ilyenkor talán a költségvetés annyiból van jó helyzetben, hogy több adóbevételt, nagyobb forgalmat remélhet, a munkavállaló meg több pénzt a zsebében. Ugyanakkor vannak olyan közgazdászok, akik ilyenkor felhívják a figyelmet a veszélyekre is. Most nem sokan, mert hogy elég nagy volt ezügyben a csend, de Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője mégiscsak megfogalmazott egy vitacikket, tulajdonképpen aztán majd meglátjuk, hogy lesz-e ebből vita, ami éppen erről szól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szóval, hogy mik a veszélyei ennek? Hát igazából az az igazi veszély, hogyha az emberek annyira keveset keresnek, hogy ne tudjanak megélni belőle. Ehhez képest ez még nem is annyira nagy emelés, mint amennyit sokan elképzeltek. Ugye olvastunk most egy felmérést, ott 300-350 ezer forintos minimálbért is elképzelhetőnek tartottak volna a mostani arányokkal szemben. Hát akkor mi a baj? Nyilván ugye ez nagyon jól hangzik, amikor arról kérdezzük ugye a munkavállalót, hogy mekkora bért szeretne, hát nyilván mindenki minél nagyobbat szeretne. A gond az, hogy ezt a nap végén valakinek ki is kell fizetnie, ki is kell gazdálkodnia, és ez a munkáltató. És ugye nagyon nem mindegy, hogy a munkáltató ezt milyen módon tudja megtenni, hiszen nyilvánvalóan valahonnan neki elő kell teremtenie ezt a plusz költséget. Arról ráadásul ne feledkezzünk meg, hogy amikor egy munkavállaló szeretne mondjuk 100 000 forintnyi fizetése emelést, azért az a munkáltatónak többe kerül, mint az a 100 000 forint, hiszen ő is adózik még egyébként ezek után. Tehát összességében itt a probléma az, hogy amikor egy 10-15%-os minimálbér emelésről beszélünk, akkor alapvetően ez megterheli a vállalatoknak a költségvetését. És persze ott vannak a nagy multicégek, ott vannak a nagy magyar vállalatok, a tőkerős vállalatok, ő nekik alapvetően ez meg sem kottyan, már csak azért sem, mert azért ott a teljes munkállománynak relatíve alacsony százaléka az, aki minimálbéres, vagy a minimálbér környékén keresett érintett ebben a kérdésben. Viszont ott vannak a közepes, a kisvállalatok, és főleg tényleg a kisvállalatok, amelyek lényegében a derékhadát adják a magyar munkaerőpiacnak, a legnagyobb foglalkoztatók tömegével ebben a tekintetben, de pont ők vannak abban a nehéz helyzetben, hogy számukra ez a fajta béremelés, vagy ennek a kigazdálkodása már komoly problémát jelent az egyéb költségek mellett, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani, és ez mi a probléma, amire én ilyenkor felszoktam hívni a figyelmet, hogy alapvetően azért nagyon sokáig nem lehet itt a takarón kívül nyújtózkodni, mert hogy előbb-utóbb, hogyha nagyon elszállnak a költségek, a vállalatok bizony az árfegyveréhez nyúlnak, azaz elkezdenek megint árat emelni, és hogyha valamitől, akkor hát az elmúlt 2,5 évet látva, azért attól komolyan tartatunk, hogyha elindul megint egy áremelkedés, akkor ebből komoly problémák lehetnének a magyar gazdaságban. Miközben éppen azon dolgozik a kormány is, meg a Nemzeti Bank is, néha vitákkal övezve, hogy hogyan tudja az inflációt csökkenteni. De ugyanakkor, hogyha a belső kereslet nem áll helyre, tehát nem jutnak pénzhez az emberek, akkor meg a gazdasági növekedés látja annak a kárát, és akkor megint visszakanyarodhatunk oda, hogy alapvetően a KKV-k is. Ugye milyen szép ez a közgazdaságtan? Hát igen, pont ez a probléma, hogy egyik oldalon, ha adok, akkor a másik oldalon el kell vennem, vagy fordítva. Tehát mindennek van egyfajta ellenhatása, és ilyenkor patika mérlegen kell ezeket adagolni. És való igaz, hogy a költségvetés helyzete nagyon-nagyon nehéz jelen pillanatban, és talán akkor még óvatosan és finoman fogalmaztam. És a költségvetés számára én azt gondolom, hogy kulcsmomentum és kulcsfontosságú, hogy beinduljon a gazdasági növekedés, és legyen fogyasztás a magyar gazdaságban. Ehhez pedig bérnövekedésre van szükség. Mégpedig azért, mert a költségvetés jelen pillanatban nem tudja a gazdaságot támogatni, ki van feszítve. Vagyis, ha úgy tetszik, igazándul a munkáltatók kegyeire van bízva a költségvetés helyzete, hogyha van béremelkedés, és ezt követően a fogyasztó azt érzi, hogy javul az ő gazdasági helyzete, lehet többet költeni, lehet bátrabban költeni, akkor abból lesz fogyasztás, abból lesz a dobbevétel, és a költségvetési egyensúly elkezd helyreállni. Ez a magyar és egyébként a román költségvetés számára egy kulcsmomentum, hiszen úgy van hangolva az adórendszer Magyarországon is, hogy a fogyasztási adók túlsúlyosak, és hogyha egy fogyasztást érintő sok van a gazdaságban, mint amit láttunk az elmúlt időszakban, akkor bizony a költségvetés nehéz helyzetbe kerül. Igen ám, csak közben ott van az a veszélye is, hogy pont az elmúlt nagyjából 2 év kifeszített helyzete miatt a vállalatoknak már nem biztos, hogy van akkora tartalékuk, vagy nem biztos, hogy be tudnak vonni olyan mértékben, olyan mennyiségben forrásokat, hogy ők ezt a béremelést mindenféle probléma nélkül megugorják, és hogyha elkezdenek árat emelni, akkor ez pontosan gyakorlatilag egy ilyen ördögi kört elindítva, beindítja azt a fajta ár-bér spirált, amivel nagyon sokszor szoktunk riogatni,
de ez egy valós jelenség, ez előfordulhat a gazdaságokban, és hogyha ez előkerül, akkor azt aztán nagyon nehéz megfogni. Még egy szempontot hadd hozzak ide, egyébként az ön cikkéből is ez látszik, a munkaerőhiány és a bérnövekedés összefüggése, mert hogy kevés a dolgozókéz Magyarországon, éppen ezért a dolgozók egy része, aki olyan helyzetben van, tud is érni élni a bérnyomás lehetőségével a vezetői felé. Tehát vagy fizetsz többet, vagy megyek egy másik helyre. Tehát már csak ezért is fizetniük kell, és magasabb bért kell adniuk a munkai vezetőknek. Ez egy létező, jelenlévő jelenség. Hogyne, nem hogy csak jelenlévő, de egy erősödő jelenség. Ráadásul mi korábban azért gyakran eléggé etikátlannak minősült az a hozzáállás, hogy elmegy mondjuk egy munkavállaló állásinterjúra, ott kap egy ajánlatot, majd utána ezt felhasználva próbálja meg a jelenlegi munkáltatójával letárgyalni az ő béremérését. Ez manapság már azt kell mondjam, hogy gyakorlat. Nagyon sok vállalatvezető, nagyon sok HR vezető azt mondja, hogy bizony ez ma már egy jelenség, és egész egyszerűen élnek azzal a fajta erőfölényükkel a munkavállalók, a legtöbb esetben legalábbis, ahol tudnak élni, ott élnek vele, hogy ők szeretnének maradni, igen ám, de ahhoz bizony bért kell emelni, és a vállalatok pedig pontosan jól tudják, hogy milyen helyzet előtt állunk. Jönnek be a külföldi, elsősorban ázsiai gyártócégek, rengeteg-rengeteg munkáskész kell, nyilván valamennyit föl tudnak szívni Magyarországról is, vagy akár el tudják szitkázni a jobb munkaerőt a környékbeli vállalatoktól, és hát innentől kezdve egy folyamatos verseny indul meg a munkaerőért, és ez nyomja fölfelé a béreket. Ezért látjuk azt egyébként Magyarországon, hogy amikor állandósul ez a munkaerő hiányos állapot, a verseny a munkavállalóért, akkor bizony a minimál bér emelése az nagyjából meghatározza azt, hogy mennyivel fog az egész nemzetgazdaságban emelkedni a bértömeg, és hát ez bizony azt jelenti, hogy akkor idén, már akár decembertől, hogyha bejön ez a 10-15%-os minimálbér emelés, ugyanis ez is egy különleges pont, hiszen lehet, hogy nem január 1-től, hanem már most december 1-től ezt meglépi. Most úgy néz ki, akkor innentől kezdve, igen, akkor innentől kezdve ez még gyorsabban át fog pörögni a gazdaságba, és hát még hamarabb kell ezekről a béremelésekről dönteni. Úgyhogy hát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a cégvezetők, amikor egyrészt munkaerőt kell keresni, vagy éppen meg kéne tartani, és közben ugye a jövő évi költségvetést valahogy összekéne rakniuk a saját költségvetésüket. Bizony itt még lesznek komoly fejtörések szerintem, de alapvetően elkerülhető azért az inflációs probléma, csak hát ebben azt jelenti, hogy ebben lépni kell, fejlesztenie kell a vállalatoknak. Végezetül mennyire látszik valamiféle távlatos gondolkodás ezekben a tárgyalásokban és annak eredményében? Tehát ha most 10-15%, akkor ugye megjön az étvágy, jövőre nyilván valami hasonlót szeretnének, és megint és megint és újra a munkavállalók, teljes joggal persze, és ez egyre nagyobb szorítás lehet, vagy vissza tud lépni úgy az egész szektor, hogy azt mondja, hogy idén majd nem telik ennyire. Ezre arra próbálok utalni, hogy itt valami fokozatosság látszik-e? Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lesz a fokozatosságra. Ugye egyrészt azért a munkavállaló is, az alkalmazott is látja azt, hogyha csökken az infláció mértéke, és ez csak az infláció mértékét, tehát lassul az áremelkedési ütem, nem hogy alacsonyabbak lennének az árak, de ha már legalább nem 10-valahány százalékos inflációval szembesülünk, csak mondjuk 5-6-tal, akkor azért a dolgozó is hajlamosabb azt mondani, hogy rendben, akkor nem kell feltétlenül 15%-os béremelés, már csak azért sem, mert azért előbb-utóbb be kell látni mindenkinek, hogyha túlfeszítik a húrt, akkor onnantól kezdve elpattanhat. És ha elpattan a húr, akkor elbocsátások jönnek. És ha azt kell eldönteni, hogy megtartom az állásomat, és csak 5%-kal nő a bérem, vagy lehet, hogy engem rúgnak ki, de egyébként mindenki másnak 10%-kal, akkor azért az már egy kellően komoly visszafogó erő lehet. Úgyhogy itt mind a két fél részéről szerintem a munkáltatói, illetve a munkavállalói részről is. Ezért fontos a párbeszéd, ezért fontos ismerni egymás álláspontját, és ezért mostanában úgy tűnik, hogy egy tényleg értelmes és hasznos párbeszéd zajlik, hogy én bízom benne, hogy ez a fokozatosság elve érvényesülni fog, és amikor legközelebb megint tárgyal azt az ülnek a felek, akkor az adott aktuális gazdasági környezethez próbálják meg igazítani ezt a megállapodást, és addigra már lehetőség szerint a gazdaság is annyival jobb állapotban lesz, hogy a vállalatok tudnak esetleg olyan beruházásokat véghez vinni,
amelyek hatékonyabbá teszik az ő termelésüket, ugyanannyi munkavállalóval többet tudnak termelni, vagy akár ugyanannyi terméket kevesebb erőforrással, kisebb energia igényel tudnak kielőteni. Ezek mind-mind költségmegtakarítást jelentenek, amit aztán például a munkavállalókra lehet költeni. Szóval vannak megoldások, csak ezeket meg kell találni, és ezeket, hát én azt gondolom, hogy ki is kell gazdálkodni előre, ezért fontos a fokozatosság. Köszönöm szépen. Az ING Bank vezető elemzője Virovácz Péter volt a vonalban. Köszönöm, minden jót. Minden jót, viszont hallásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Matolcsy György könyvet írt, hát egész pontosan összegyűjtötte mindazt, amit korábban megírt, és hozzáfűzött még ezt meg azt. Ennek alapján Orbán Viktor jövőképei nem mérhetőek, délibábnak tűnnek, vagy finoman szólva is megtévesztőek, legalábbis ezt Matolcsy György saját maga írta le a saját könyvében. Ez egy előszó, képzeletik, mi van a mélyén. És hogy ne kelljen nagyon elképzelniük, voltak éppen, van is már, aki ezt elolvasta. Nem tudom, hogy a vonalban lévő Lovas Judit, a felelős szerkesztője az énpénzem.hu-nak olvasta-e? Nem olvastam a könyvet, de azt kell tudni róla, hogy ebben a könyvben Matolcsynak a korábbi írásai lettek összeszerkesztve, tehát semmiféle újdonságot nem olvashatunk benne. Hát dehogy nem, hát az előszó határozza meg mindazt, hát, ami az elmúlt napokban itt a felháborodást vagy a meglepetést ki hogy minősíti, előidézte. Igen, de én úgy érzem, hogy, tehát, hogy ez azért fel van fújva ez a dolog, meg lehet rajta ugrálni, hogy miket írt előszónak Matolcsy, de mondom még egyszer, tehát utoljára 22-es írások vannak benne, tehát ebben a kötetben, tehát igazából, ha valaki végigolvassa, akkor semmi újdonságot nem talál. Igen, valóban az előszó az lehet ilyen erős kritika az egész kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatban, amit hát lássuk be, valóban lehet kritizálni, de hát valójában ugye itt azért hát a konfliktus nagyon úgy néz ki, hogy a kormányzat nem is Orbán Viktor, hanem inkább ugye a gazdaságfejlesztési miniszter, vagy a pénzügyminiszter, és Matolcsy György között, tehát az MNB között van. És hát nyilván ők küzdenek is Orbán Viktor figyelméért, meg éppen kinek adjon igazat, kinek a pártjára álljon. Tehát megy is az adók-kapók egymásnak üzengetés, és tulajdonképpen ez ennek a történetnek a része. Nem lehet az, hogy Matolcsy György egyfajta utóvédharcba kezdett? Tehát miután a kormány meghatározta, hogy ő felel minden hibáért, és a kormány minden jónak a forrása, ezek után az bizonyítaná be az utolsó másfél-két évében regnálása időszakából, hogy hát ez nem így van, és ő áldozata a kormány áskálódásának. Az biztos, hogy meg akarja saját magát védeni, a saját szakmaiságát meg akarja védeni, és Matolcsy György az elmúlt időszakban tényleg úgy viselkedik, mint ahogy egy jegybankelnöknek viselkednie kell, és igazából szakmailag megalapozott az is, amiket kritikákat egyébként a kormányzat fejéhez vág. Ezzel ugye csak az az egyetlen egy probléma, hogy ha visszagondolunk, hogy nemrégen volt a közgazdász vándorgyűlés, ahol ugyancsak egymás fejéhez vagdostak mindenfélét Varga Mihállyal, és tulajdonképpen mind a kettőnek igaza volt, csak a dolog úgy nézett ki, hogy a pénzügyminiszter a jegybank hibáit vágta Matolcsy fejéhez, a Matolcsy pedig a kormányzati hibákat vágta oda, azt mondjuk akkor Varga Mihály fejéhez. De nem ez a legszomorúbb képlet? Tehát amikor egymás fejéhez úgy vágnak hibákat, hogy ezek a hibák, ezek valóban megtörténtek. Ezek valóban megtörténtek, de önreflexió nincs. Tehát egyik részről sincs önreflexió. Matolcsy nyilván úgy csinál, mintha az MNB mindent helyesen és rendbe tett volna, és így utólag próbálja elmagyarázni azt, hogy ő mennyi mindenért felemelte a szavát, ami egyébként nem igaz. Tehát mi is így végigvettük, meg végig gondoltuk, hogy
azért ez az iszonyatosan elszálló infláció, ehhez azért hozzájárult a jegybank is, rendesen hozzájárult a kormány, a költségvetés, és akkor bezzeg Matolcsi hallgatott. Tehát amikor már rég lehetett látni, hogy emelkedő infláció van, még akkor is szépen szórták ezeket a helikopterpénzeket, ezeket az ingyenes hiteleket ki a gazdaságba, pumpálták még a gazdaságot, hát ugye választások előtt. És amikor a kormány kiszórta az eszméletlen mennyiségű pénzt, ami egy egyébként is emelkedő inflációs környezetben csak még egy gyorsulást adott, akkor is hallgatott Matolcsi. Akkor is hallgatott, amikor ugye most már utólag lehet mondani, hogy például az árstoppok mennyi kárt okoztak, és mennyivel emelték az inflációt. Az ügyben azért tett megjegyzést, csak jóval hát később. Hát utólag. Úgy jó, hát pontosan ez a probléma, hogy nem akkor, amikor bevezették őket, hanem amikor már eltelt egy jó kis idő, akkor kezdte el, és hát akkor, amikor igazából, mintha akkor ébredt volna tudatára, hogy ő jegybank elnök, amikor lehetett érezni, hogy hát itt most nagyon nagy gáz van, és tényleg baj van mindennel körülöttünk, és akkor mindenki hát elkezdett újjal mutogatni a másikra, tehát elkezdődött a bűnbakkeresés. Tehát nem a Matolcsi részéről ez úgy hangzott el, hogy a jegybank semmiben nem hibás, csak a kormányzat. A másik oldalon meg az hangzott el, hogy bezzeg a kormányzat mindent megtesz, de hát a jegybank sajnos, és most is ez zajlik, tehát így a jövőben mutatólag is, ugye már Nagy Márton miniszter elkezdte azt mondani, hogy nagyon nem jó, hogy ilyen magasan tartja az MNB a kamatokat, hát hogy lesz ebből növekedés. Sőt, Parag László a múlt héten az Egyenes beszédben egyenesen úgy fogalmazott, hogy ez az akadálya a növekedésnek és a KKV-k hitelezésének. Aha, hát igen, tehát a kormány, igen, valóban a kormányzat nem hibás, de az, hogy olyan különadókat vetettek ki a különböző szektorokra, hogy azok szó szerint fuldokolnak és veszteségbe fordulnak, az ugye azt úgy nem látja a kormány hibának. Másrésztről Matolcsi, illetve hát a jegybanknál megjelent egy tanulmány, egy szakmai cikk, amiben ugye arra figyelmeztetnek, hogy tehát, hogy sok kormány esett már abba a hibába, hogy amikor elszállt az infláció és elkezdett csökkenni, ami ugye még mindig nem az árcsökkenést jelenti, tehát könyörgöm, ha csökken az infláció, akkor még mindig emelkednek az árak, csak már nem annyival, tehát akkor nem szabad elkapkodni ezeket a lépéseket, mert akkor visszapattan az infláció, és hosszú távon sokkal nagyobb károkat okozhat. Tehát most ezek feszülnek egymásnak, tehát gondoljunk bele, hogy azért, mert egyszer csak kimutatta a KSH, hogy hú, pont annyi lett az infláció, mint amit az Orbán Viktor ígérgetett, hogy 10% alá ment. Hát mit tesz Isten? Tényleg annyi lett az infláció? És erre, hogy még miért nem lépett a jegybank, mert ugye még 12,25% az alapkamat, hát az infláció az 9,9. Na de ne feledkezzünk. Hát holnap, ha minden igaz, akkor lép a Nemzeti Bank, legalábbis azt szivárgott ki, hogy 0,75%-kal, tehát 75 ponttal fogja csökkenteni az alapkamatot, az akkor 11,5. Igen, ez amúgy, ugye ezeket a lépésközöket már elég régóta bejelentette, és valóban ezekkel csökkentgeti is rendre. Azt látni kell, hogy ebbe ugye semmi különleges nincsen, mert minden hónapnak az utolsó hetében van egy kamatdöntő ülés a monetáris tanácsnak, és akkor lépnek. Tehát ez egy előre bejelentett, hosszú távon előre bejelentett kamatcsökkentési ciklus, ami most zajlik, de már azért az MNB is figyelmeztetett, hogy ezekkel a mértékekkel, tehát lehet, hogy most még meglépi a 75 bázispontot, de egyáltalán nem biztos, hogy decemberben is ennyit lép, vagy legalábbis lassítás lehet belőle. Tehát nem, ez nem fog a végtelenségig tartani ez a csökkentés. Én nem tudom, hol fognak kiegyezni, meg majd a forint árfolyama is meg fogja mutatni, hogy meddig lehet ugye csökkenteni a kamatokon, mert azért ne felejtsük el, tehát hogy egy évvel ezelőtt októberben hol álltunk, amikor 430-440 forint volt egy euró, ugye azért kellett akkor 18%-ra emelni és bevezetni egy új kamatot a jegybanknak. Na hát azt egyébként érdekes módon erre a hibájára Matolcsi György nem önreflektál, hiszen akkor
ő korábban bejelentette, hogy befejeztük, befejeztük a kamatemelést, mi 13%-on megállunk. Hát a piac megmutatta, be is dőlt a forint rögtön. Jó, mondjuk, ha be most levinni a kamatot úgy, ahogy azt a kormány sugallja, akkor pont az ellenkező oknál fogva megint bedőlne az árfolyam. Tehát nagy valószínűséggel itt most a múltkori tapasztalat alapján sokkal óvatosabban járnak el. De hogyha jól értem, akkor itt voltaképpen az történik, hogy mindenki a sajátját fújja, mindenki a saját igazát keresi, és egymást vádolja, miközben hát az ország gazdaságilag úgy van, ahogyan. Igen, igazából mindezt eléggé alpári stílusban mondhatjuk. Tehát, hogy kevésbé, tehát egymás fejéhez vágnak dolgokat, és én továbbra is az önreflexiót hiányolom. Tehát azért lehetne némi önkritikát gyakorolni, és lehetne azt mondani, hogy pont éppen azért, de hát senki nem oda, hogy így fogalmazzak, az ellensége kezébe egy töltött pisztolyt, tehát nem fogja senki beismerni a saját hibáját. Különben is az gyengeségnek tűnik, ugye? Hát igen, gyengeségnek tűnik, csak hát mondhatná azt az ember, hogy hát ez szórakoztató is, meg vívják meg a harcukat, meg döfjék le egymást, kit érdekel, de hát ez az egész a mi bőrünkre megy. Tehát azt valóban látjuk, hogy iszonyú magas az infláció, most hiába mutatta ki a KSH 9,9-et, vannak felmérések, hogy az emberek ezt nagyon nem ennyinek érzik, és hogyha megnézzük az árakat, akkor nagyon nem ott tart a történet, mint sőt, amit nem csak az emberek, szakemberek is mondták, hogy nem stimmel ez. Mellár Tamástól Pesnik Mária Zitáig, Mellár Tamás ugye a KSH volt elnökeként érzékeltette azt, hogy itt valamiféle kozmetikázás van. Egyszer talán ezt is megtudjuk, és akkor arról is beszélünk. Az énpénzem.hu ügyvezetőjét és együtt a felelős szerkesztőjét, Lovas Juditot hallották itt a Több-kevesebb műsorában. Judit, köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig, kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet. Hazafi Zsolt volt a mai műsor szerkesztője, én Rónai Egon vagyok. Viszont hallásra!